És ahogyan ígértem, akkor innentől kezdve jöjjön minden mi Sam Szájnak ingere. Most megmutatjuk önöknek, hogy hol található Budapesten a legnagyobb lángos, aki segít nekünk ebben nem más, mint Illés Péter. Szervusz, Peti, merre is vagy egészen pontosan? A nyár nem lehet az igazi, a klasszikus sajtos, tejfölös lángos nélkül. Szervusztok, jó reggelt kívánok, és köszöntöm önöket is a TV képernyők előtt. Hát bízom benne, hogy megreggeliztek már, hogyha nem, akkor elképzelhető, hogy korgó nyomorral fognak most televíziózni egy pár percig. Sokan szokták otthon elkészíteni, vagy megpróbálni elkészíteni. Én is meg szoktam ezt próbálni, általában mindig kudarcba is fullad a mutatványom, de hogyha itt vannak a 17. kerületben, akkor érdemes ellátogatni a Bakancsos büfébe, ahol nem csak egy finom lángos tehetnek, de Budapest óriás lángosát is megkóstolhatják. Pintér Péter tulajdonos a vendégem. Jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket! Ha visszaugrunk az időben 2021-be, akkor indult el a ti büfétek. Mi volt a fő cél, a fő mozgatórugó? Hát a fő cél az volt, hogy egy olyan büfét üzemeltessünk, ami kielégíti az igényeket itt a piacon. Aztán későbbiekben jött az, hogy jobbak legyünk mindenben. Kezdtük ezt az egészet a lángossal, aztán utána jött a rántott húsos szendvics, és a végül a retro meleg szendvicsünk, de ezen kívül is mindenféle ételünk van, de ez a három mozgatórugója a büfének. Már az elején becsippentettem azt az információt, hogy az óriás lángost kapják itt az érdeklődők, vagy az éhes szájok. Ez miben nyilvánul meg? Mit jelent átmérőben például? Hát ez átmérőben sokkal nagyobb, mint egy átlagos pizza, és ezzel díjat is nyertünk, amivel nem én neveztem magam, hanem egyszer csak megérkeztek egy oklevéllel, amit egyébként 65 vendéglátóegységtől kaptam, hogy Budapest legnagyobb lángosa címmel én büszkélkedhetem, ami azt jelenti, hogy ha szeretnél egyet enni, akkor nagyon nehezen fogod megenni, mert akkora. De akkor így is nagyra a kereslet, úgy tűnik, mert itt már látszik, hogy sürgés forgás megy reggel óta. Hányan dolgoztok és mikor nyit a büfé? Hát a piaccal nyit a büfé, tehát az azt jelenti, hogy szombaton 16:30, vasárnap 17:00, de viszont mi már nagyon korán itt vagyunk, mi 13:45-kor kelünk hajnalba, és 14:30-kor már itt vagyunk, úgyhogy mire kinyit a piac, itt minden nagyon friss és meleg. Megszámoltátok már, hogy napi szinten hány lángost adtok el egy ilyen? Nem tudjuk megszámolni, mert mindig változó, úgyhogy ez nagyon, nagyon nehéz. Van esetleg téli vagy nyári szezonú ételetek? Van. Nyáron úgy van, hogy a gyümölcsleves, ami nagyon fontos, nagyon-nagyon szeretik. Télen a gulyásleves, pacal, és ugye a forró lángos, hurka, kolbász, úgyhogy az, ami nagyon kellendő télen. Itt javában segítitek ugye a rászorultakat is, erről is híresek vagytok. Mik voltak a legutolsó számok, milyen eseménykor segítettetek neki? Hát legutoljára most húsvétkor kezdtem, vagyis hát tavaly kezdtem el decemberben. December 23-án volt egy karácsonyi ételosztás. Ott 500 főre tudtunk adni ételt a rászorulóknak, és most húsvétkor pedig már 700 főre, úgyhogy nagyon sokan voltak. De egyébként is az ünnepnapokon kívül is hétvégén mindig segítjük a rászorulókat. Sokan jönnek, tudják, hogy ha nincs pénzük, nem probléma, én adok enni. Kardinális kérdés, hogy a lángost azt mivel készítitek el, milyen feltétel lehet fogyasztani, illetve adódik a kérdés, hogy mi a legkedvencebb az emberek számára. Hát nagyon szeretik, a sima lángos is nagyon, de nagyon jó, de mivel elég jó a feltét, fokhagyma, tejföl és trapista sajt van rajta, úgyhogy ez a mindenes lángos, mi úgy hívjuk, úgyhogy ez a legkellendőbb. És akkor a lángoson kívül milyen finomságokkal várjátok még a itteni helyeket? Hát most inkább azt kéne kérdezni, hogy mi nincs, minden van. A meleg szendvicstől kezdve a rántott húsos szendvics, amivel úgy szintén díjat nyertem, a legnagyobb rántott húsos szendvicsem van, de van a fasírtos szendvicstől kezdve a zsíros kenyérig, rántott csirkecom, rántott máj, rántott hagyma, és mindenféle frissen sült, ami van. Péter, hát akkor további jó munkát. Nagyon szépen úgy köszönöm. El kell a sok segítőkéz, mert folyamatosan érkeznek a vendégek. Kedves nézőink, önök, hogyha pedig megéheztek, akkor látogassanak el a 17. kerületi Bakancsos büfébe. Ne feledjék, itt található Budapest egyik óriás lángosa, amely sokkal nagyobb, mint egy pizza. Jó étvágyat kívánunk hozzá, a szó a napindító stúdiójáé. Peti, köszönjük szépen.